Nagy szeretettel köszöntöm Duro Dórát, a mi hazánk elnök helyettesét a stúdióban. Jó napot kívánok! Ugye most fogadta az országgyűlés az abortus nevezhetjük ezt abortusz szigorításáról szóló rendeletnek, amit önök javasoltak? Semmiképp sem szigorítás, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy csupán egy tájékoztatásról van szó. Magyarországon az abortusz gyakorlatilag egy kvázi bevett szokás, úgy nőttek fel generációk most már, hogy szinte, vagy sőt sokan egy fogamzásgátlási módnak tekintik az abortuszt, holott egész másról van szó. És ez a rendelet, amelyet most a belügyminisztérium elfogadott, ez tudatosítja az édesanyákban, hogy miről is van szó valójában, hogy egy élő ember az, akinek az életéről van szó, nevezetesen a magzat. Na most ugye nyugaton ez ténylegesen, tehát Amerikában, ha megnézzünk felvételket, ez bevett trend, hogy fogamzásgátlóként is használják, illetve a kényelmi abortuszok száma az az egekbe rúg ki, vagy az egekbe szökik. Na most itt Magyarországon erre mennyire volt, tehát mekkora volt ez, a, ez az arány? Hogyan működött itt Magyarországon az abortusz? Hányan mentek abortuszra? Hányan volt ebből a kényelmi? Hány lehetett volna elkerülendő? Voltak erre ilyen statisztikák? Nagyon nehéz megmondani ezt így konkrétan, mert minden egyes helyzet más és más, és nem is feltétlenül, sőt egyáltalán nem az a célja senkinek szerintem az abortussal kapcsolatban, hogy egyes emberek fölött ítélkezzünk. Ugyanakkor azt látni kell, hogy 1956-tól kezdve egy rendkívül liberális abortuszszabályozás van hatályban Magyarországon, aminek a következtében azóta majd, nem 7 millió magzatgyermeket, vagy magzatgyermeknek oltották ki az életét ilyen módon, ami rendkívül nagy szám. És talán ami a legjobban ö, szemlélteti azt, hogy miért egy kvázi megszokásról van szó a válsághelyzet esetében, az ö, az, hogyha belegondolunk abba, hogyha egy édesanyja mondjuk egy egyéves gyermekkel, Marad egyedül, mert mondjuk elhagyja a párja, vagy veszíti el a megélhetését, akkor senkiben fel sem merül, még csak, még csak fel sem merül az, hogy ezt az egyéves gyermeket akkor megöljék, azért mert az édesanyja nehéz helyzetbe került, és a magzatok esetében pedig ez egy bevett szokás és egy megengedett helyzet. Holott, hogyha feltesszük az igazán lényeges kérdést, hogy az élet az mikor keletkezik, akkor teljesen egyértelműen a biológiának, és egyébként Magyarország alaptörvényének is a válasza, nevezetesen az életet a fogantatás pillanatától kezdve védelem illeti meg. Na most én, amikor ebben a témában állást foglaltam, meg foglalok jelenleg is, én rendszeresen megkapom, hogy férfiak ebben ne szóljanak bele. Tehát én ezt először is visszautasítom, mert ez nem ér igazából, tehát ennyi erővel a, a nem, Az állat, akiknek nincs házi állatok, azok se szólhatnának bele az állatkínzásban, gondolom nincs köztünk vita. Viszont ön nőként milyen kapott ilyen támadásokat, hogy, mert ugye nyugaton az a bevett trend, hogy nőként támogatni kell az abortuszt mert ez valahogy átment egy, egy valami emancipációs, egy nőjogi mozgalommal. Nem tudom, én ezt tapasztalom. Ön hogyan látta ezt? Egyrészt van egy önellentmondás azok érvelésében, akik ezt mondják, mert egyrésztről valóban ezt mondják, hogy a férfi ne szóljon bele, másrésztről pedig azt is mondják, hogy a szívfangot az apának is meg kellene hallgatni, hiszen ő is érintett. Tehát, hogyha valóban egységben gondolkodunk, és anyában és apában gondolkodunk, bár nem tudom, hogy mennyire trendi ez, vagy mennyire pisi. anyával és apával gondolkodni, nagyon örülök neki, nálam is, tehát hogyha anyában és apában gondolkodunk, akkor természetes, hogy a férfiak felelősségét és egyébként véleményét is figyelembe kell venni ebben a kérdésben, és leginkább azt hiányoltam a nők részéről is, hogy próbáljunk meg a saját érintettségünk, vagy a saját környezetünk érintettségétől egy picit elvonatkoztatni, és ténylegesen megnézni azt, hogy egy ilyen társadalomban, ilyen körülmények között, amilyenben mi élünk, itt ez az abortusz szabályozás, ez rendben van-e? Rendben van-e? az, hogy válsághelyzetre hivatkozva végezhetjük el ezeket az abortuszokat, és mondok egy példát, ugye Lengyelország, ahol történelmi fejlődési tekintve nagyon hasonló a két nemzet, mégis egy 38 milliós országban, még a mostani rendkívül szigorú abortuszszabályozás előtt is nagyjából évente ezer abortuszt végeztek el, még Magyarországon 25 ezer körüli ez a szám. Tehát ez is mutatja, hogy lényegében kizárólag szemléletbeli kérdésről beszélünk. Na most ugye gyakran halljuk azokat az érveket, hogy de mi van, ha megerőszakolták a hölgyet, mi van, hogyha vérfertőzés és hasonló, mi van, hogyha beteg a magzat. Ezekben az esetekben hogy mi, a, tehát mi a mi hazánk álláspontja? Most van kivétel, vagy lehet-e korábban, vagy hogy működik ez? Van-e van -e bármiféle kompromisszum? Ez szintén a, a liberálisoknak a módszere, hogy azokról az extrém esetekről beszélnek, amelyek egyébként az abortuszoknak, hát jó, ha összesen az 1%-át teszik ki. Amikor én javasoltam a szívhangtörvényt esőként 6 évvel ezelőtt, akkor én arra a 99%-ra koncentráltam, akinek az életét meg szeretnénk menteni. Mert akkor leszünk boldog a ország, ez meggyőződésem, hogyha sikerül lélekszámában gyarapodóvá tenni a nemzetet, és azokban az országokban, ahol egyébként ehhez hasonló szabályozás jelen van, vagy hatályban van, ott az abortuszra Jelentkező nők 20%-a a szívhang meghallgatása után meggondolja magát. Tehát elsősorban én őrájuk szeretnék koncentrálni, nekik szeretnék támpontos segítséget nyújtani, egyúttal azt üzenni a nőknek a saját gyermekük szívhangján keresztül is, hogy senki nem kényszerítheti őket arra, hogy ezt az eszközt válasszák. Joga van a nőnek, szerintem ahhoz van joga, hogy a gyermeke életét válassza és őt felnevelje. Ehhez persze szükség van az állami szociális rendszer, ellátórendszer megerősítésére, az ilyen krízis került édesanyákat támogató civil szervezetek és egyházi közösségeknek a támogatására is. Igen, megint csak abból tudok gazdálkodni, amit én az interneten kapok, mert ezt gondolom nem titok, hogy elárulom a nézőknek, hogy itt azért hasonló álláspontot képviselek én is ebben a témában. Tehát én sem hiszem, hogy az abortusz egy fogamzásgátló és elkerülhetetlen módszer lenne, bár én is hallottam rengetegszor, hogy de ilyen élethelyzet, olyan élethelyzet, de mi van, ha fogyat Születik. Számomra ez a legsértőbb, mert ezzel azt üzenik a fogyatékkal élőknek, hogy az ő életük nem elég értékes. És egy elfogadó Magyar toleráns, te. liberális, magát liberálisnak való társadalom nem üzenhet a társadalom rétegeinek olyat, hogy te nem vagy elég értékes, mert testi vagy bármilyen fogyatékkal születtél. És itt megint csak azt látjuk, hogy ahogy, ahogy mondta is, itt egy szélsőségre, egy kisebbségre koncentrálnak, és arra helyezik, és amikor Lengyelországban pont ez volt a törvényben a kitétel, hogy jó, akkor ebben az esetben, kivételt tesznek, továbbra is fentelt az ellenállást, akkor sem volt jó. Mi a, tehát mi a magyar társadalom, hogyan fogadta a magyar társadalom ezt a javaslatot, vagy ezt a, ezt a rendeletet már így? Ezt egyrészt ö, látni kell azt, hogy lényegében ezzel az elmúlt 70 évben el, elpusztított 7 millió magzatgyermekkel gyakorlatilag az egész magyar társadalom posztabortus szindrómában szenved. Ezt nyilván egy nőnek rendkívül nehéz lelkileg feldolgozni, a családnak ezzel később együtt élni, és hát ugye statisztikailag is kimutatható, hogy azon nők körében, akik abortust végeztek, az öngyilkosság például 6 akkora, mint azok körében, akik gyermeket szültek, de a különböző mentális betegségeknek a megjelenése is 60-80%-kal növekszik. Másrésztről az abortusznak fizikai következményei is vannak, tehát a mellrák esélyét például 193%-kal növeli meg, és növekszik a kés későbbi terhességek során a koraszülés, a vetélés esélye, illetve a meddőség is. Tehát ez nem úgy zajlik, hogy ha vége a bevatkozásnak, akkor itt el is felejtheti a nő, és e ezt le is tudja zárni. Nyilván egy ilyen társadalomban, ahol megszoktuk azt, és generációk nőttek fel abban a tudatban, hogy igen, válsághelyzetre hivatkozva lehet abortuszt elvégezni, ott ez nagyon kicsapja a biztosítékot, hogyha már egy pici módosítás is van. És azt is látom, hogy nagyon sok magát nőjogi szervezetnek nevező entitás saját maga politikai hangulatkeltésre miatt szállt csak be ebbe a vitába, mert ezekre az érvekre, amelyeket itt is igyekeztem felsorakoztatni, érdemi válasz nem érkezett. Tehát az, hogy a nőnek van önrendelkezése, igen, van önrendelkezése, a magzatnak meg van egy élete. És erre ők semmit nem mondanak, tehát azt sem mondják ki, hogy ők nem tekintik életnek a magzatot, hanem egyszerűen nem reagálnak erre, pedig ez a kulcskérdés, hogyha meg tudunk abban egyezni, és konszenzus tudunk abban kialakítani, tudom, hogy ez naivitás a részemről, de hogy a konszenzus tudnánk abban kialakítani, hogy igenis tényleg az élet a fogantatás pillanatában kezdődik, és onnantól egyenlő méltósága van, akár fogyatékos egy magzat, akár nem, akkor tudna nyugvópontra jutni ez a vita. Igen, itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ők hová próbálják helyezni ezt a tehát ezt, a, ezt, a, ezt a, a, térképen ezt a pontot, mert hogyha elkezdik dehumanizálni a magzatot, mert a nyugaton azt láthatjuk, hogy folyamatosan dehumanizálják. Az egy sejtcsomó, az még nem élet, nem érez fájdalmat. Viszont az a kérdés, hogy Magyarországon mennyire vannak tisztában a fiatal lányok, vagy az a réteg, akiket ez a legjobban érint, hogy az abortusz, mint fizikailag hogyan történt. Tehát hogyan, tehát most nem szeretném itt részletezni senki kedvéért, és mert, mert, szerintem ez egy brutális és szerintem barbár módszer, hogyha a középkorban, ha, ha, hogyha, tehát a középkori kínzásokhoz tudnám a legjobban hasonlítani, ha valamihez kellene, és szerintem én azt látom, a mai fiatalok nincsenek tisztában azzal, az, hogy hogy működik, hogy milyen brutális. Önnek mi, az állap, mi, a, mi a meglátása ezzel a kapcsolatban? Abszolút egyetértek, és én magam is azt tapasztaltam, itt az elmúlt néhány napban kialakult vita során, hogy nem csak hogy a fiatalok, hanem sokszor még középkorú emberek sem tudják pontosan, hogy mi zajlik le ilyenkor, és éppen ez az a, ez az a, a szemlélet, hogy egy egyéves gyermeket nem szabad megölni, de egy magzatot egész nyugodtan az ő életét ki lehet oltani. És ezek, akik ezt a hangulatot egyébként mesterségesen is igyekszenek tüzelni, ezek az érintett nőknek, érintett családoknak a fájdalmára appellálnak, és talán ez a legundorítóbb az egészben, hogy mivel ilyen sokan érintettek, ezért kihasználják ezt, hogy, hogy úgy érezzék, igen, igazából. Igen, igen, hogy úgy érezzék, mint hogyha ő személyes sorsuk felett ítélkeznénk, holott nem erről van szó. Én azt szeretném, hogyha a következő nemzedék úgy nőne fel, hogy bennük már tudatosítjuk, hogy a magzat él. Ez a szép ugye a anyának meg kell hallgatni, ez egy elvitathatatlan tény, is. az én fejemben él egy ilyen elképzelés, és szerintem azért Tiltakoznak ennyire ellene, mert ez már ténylegesen kézzel fogható bizonyítéka az életnek, és itt már nincs helye a sejtcsomózásnak, nincs helye annak, hogy ez nem is ember, nem létezik, nem érez fel. A szívhang az konkrétan egy fizikailag kézzel fogható dolog. És ö, szintén, ugye láthattátok, hogy többször hívtam meg abortuszpárti vagy abortusz támogató nőegyletek képviselőd feministákat és nem fogadták el a meghívást. Mindig valamilyen mondva csinált indokra hivatkozva a férfiak ne beszéljenek erről, vagy ha éppen beszélnek, akkor máshogy beszéljenek, inkább nőkkel beszélgessünk erről. Hadd kérdezzem meg, az ön oldalról mennyire nyitottak a párbeszédre, így az abortuszt képviselő, vagy abortuszpártják, bár számukra sértő abortuszpártják, de mondjuk ki igen, ők abortuszpártjak, akik ezt támogatják. Tehát önnel mennyire hajlandók leülni vitázni, vagy érvelni, vagy akár megmagyarázni a döntéseiket? Semennyire? Ahogyan ezt említettem, és most azért a közéletben most elég sok szó volt erről az egész kérdésről, nem csak magáról a szívhangról, hanem az abortusz egészének az ügyéről. Ennek minden vetületét lényegében érintettük most a közbeszédben. És, és ezeket az érveket nyitva hagyták, ráadásul olyan tévhiteket kommunikáltak, hogy... Például, hogyha magasabb lesz az életszínvonal, akkor majd kevesebb lesz az abortusz, vagy ha magasabb lesz az életszínvonal, akkor majd több gyermek születik. De ez a nyugati ezt, életforma már meg is cáfolta? Már most van, megcáfolja? Ez tén tényszerűen nem igaz. Sem Magyarország viszonylatában, sem Európa viszonylatában, sem a világ viszonylatában. Tehát ezt nagyon gyakran halljuk, hogy ha majd Magyarországon olyan bérek lesznek, mint Németországon, akkor majd biztos több gyermek születik. De megnézzük Németországnak a termékenységi mutatóit, az rosszabb, mint Magyarországé. Tehát ezek ezek nem igazak. Azt sem igaz, hogy a fogamzás, gátlással megelőzhető nem kívánt terhességeket, azt további nagyságrendekkel tudjuk csökkenteni. Magyarországon is és Európában is a fogamzásgátlási forradalom az a 70-es évektől kezdve lezajlott. Tehát azóta nőtt meg brutális mértékben a rendszeresen védekező nőknek az aránya 90% körül van, és ez mind KSH Népességtudományi Kutatóintézet oldalán elérhető tanulmányok, felmérések, bemutatások, akkor még körülbelül 40% volt. Tehát amit fogamzásgátlással meg tudtunk előzni, ezt lényegében megelőztük. Lehet, hogy 1-2-3%-ot még lehetne, de a, de a forradalmi változás az lezajlott Európában is, meg Magyarországon is az elmúlt évtizedekben. Tehát ez sem volt és ilyen tévhiteket igyekeznek az emberekkel elhitetni, ami egyébként akár még így is lehetne, mert logikus lehetne, de hogyha megnézzük a tényeket, a valóságot, akkor látjuk, hogy ez, hogy ez egész egyszerűen nem igaz. Itt ö, most a különböző civil szervezetek, tüntetést szerveznek auguszt, ó, bocsánat, szeptember a szeptember 28-ára. A Hazánk tervez bármilyen ellenakciót, vagy bármilyen megmozdulást ennek az ellensúlyozására? Vagy Na, ez még titok? Nem titok, nem gondolom, hogy nekünk erre szükség lenne, és úgy gondolom, hogy ez a tüntetés sem helyes, mert tényleg egy olyan kérdésről van szó, ami egyrészt a lehető legkomolyabb, hiszen szó szerint élet és halál kérdéséről beszélünk, másrészt... Rendkívül érzékeny téma a magyar társadalomban, és az, hogy itt tüntetéseket szerveznek, az nem szolgálja sem azt, hogy az értelmes párbeszéd irányába elinduljunk abortusz ügyben, sem pedig azt, hogy ez kisebb fájdalmat vagy kevesebb fájdalmat okozzon azoknak, akik esetleg érintette. Tehát, hogyha, hogyha bármit kérhetnénk mindenkitől ebben az ügyben, az az, hogy próbáljuk segíteni azokat az édesanyákat, akik ilyen nehéz helyzetbe kerülnek. Lehet, hogy ez most. Újfent idealistának fog tűni, de elképzelhető az, hogy kialakul majd, és nem csak Magyarországon, akár a nyugati világban egy olyan olyan, világ, egy olyan szemlélet, ahol a, a, az emberek, és most nem nők, vagy fér mindenki, az emberek fel felfogják majd, hogy ez a döntésük mivel jár, és inkább a megelőzésre fektetik a hangsúlyt, tehát mi felé halad. Tehát képes vagyunk a felé haladni, az emberek fel tudják fogni, a megelőzés sokkal fontosabb, mint a, ez a barbár módszer hogyha komolyan vesszük azt, hogy mi egy keresztény ország vagyunk, ami az alaptörvényünkben is szerepel, és a kormány is előszeretettel hivatkozik erre, és a kultúránk köz egyértelműen egy keresztény kultúra, akkor ennek tükröződnie kell a törvényeinkben is, és a szemléletben is, ahogyan élünk. És ez, a, ez az abortusz vita is mutatja, hogy a fejekben sok tekintetben mennyire nem volt rendszerváltás. A kommunisták voltak azok, akik dehumanizálták a magzatokat Magyarországon. A nyugati liberális szólam narratíva az ugyanezt tartja fenn, és ugyanezt képviseli. Nekünk... A nyugati kommunisták én kimondhatom. Jó, lehet, én felőlem lehet kommunistáknak is nevezni őket, tehát ebben a tekintetben mindenképpen. Tehát az, hogyha mi komolyan tudjuk venni azt, hogy keresztények vagyunk, akkor ebből nem következhet más, mint hogy a magzatot élő embernek tekintjük. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy van bármilyen törekvés vagy elképzelés arra, hogy esetleg az abortuszt további javaslatokkal, és most kimondom ezt, hogy szigorítsák, vagy, vagy akár tudatosabbá tegyék a nők számára, hogy ez mivel is jár? A tudatosítás az, az, mindenképpen, és úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül törvényi vagy rendeleti eszközökre van szükség ezután. Tehát azért, mivel 1956 óta lényegi változás nem volt a szabályozásban, ezért most azért látni kell azt, hogy ennek milyen hatása, milyen következménye lesz, de már a szemléletformálás elindult. Tehát azok az édesanyák, akik ezentúl meghallgatják a gyermek szívhangját, ő bennük legalább tudatosul, hogy igen, egy élő emberről van szó, akik a szívük alatt hordanak, neki van saját DNS-e, van saját genetikai kódja, ami nem az édesapjái, nem az édesanyjai, hanem az övé, és a szívverése is nem az édesanyjának a szívverése, hanem az övé. Tehát ez is már önmagában egy formálás és bízom benne, hogy, hogy akár olyan iskolai programok lehetnek, amelyekkel a fiatalok sikerül megfogni, és bennük tudatosítani azt, hogy, hogy miről is van szó, hogy az abortusz nem egy fogamzásgátlási eszköz. Te reméljük, hogy akkor ezzel a javaslattal erre az útra léptünk, és Duro nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, nektek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget!